Galamb József, magyar mérnök, konstruktőr, a Ford Motor Company tervezője és az első tömegek által is megfizethető autó, a Ford T-modell tervezője február 3-án született Makón. Most pénteken egy előtte tisztelgő rendezvénnyel veszi kezdetét a Vállalkozó Kéve programsorozat. A megnyitó ünnepségre 9 óra 30 perckor a Hagymaházban kerül sor. Itt Latorcai Csaba államtitkár mond köszöntőt és Szakács Gábor tart előadást a versenyektől a vállalkozásig címmel. Szakács Gábor azt kell tudni, hogy egy makói származású, Makón tanuló gépészmérnök, aki az autó kipufogó rendszerek tekintetében nyitott egy sikeres vállalkozást, és magáról a vállalkozásáról, illetve a gépészetről fog előadást tartani. Ezt követően a Galamb József életét bemutató a Bolygó Műve című film levetítése következik, majd a Hagymaház előtti téren avatnak emlékpadot. A rendezvény a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrumnál, Ávai Lajos szakgimnáziuma, szakközépiskolája és kollégiuma Bajza utcai telephelyén ér véget 14 óra 30 perckor, ahol a makói és a térségi gépészoktatás jövőjéről tartanak sajtótájékoztatót. A nap folyamán két kiállítás is megtekinthető lesz. A Hagymaházban Galamb Józsefről és a Ford T-modellről nyílik tárlat, az ifjúsági szintérben pedig retro motorokat sorakoztatnak fel. A programsorozat részeként több helyszínen koszorúzással is megemlékeznek a híres tervezőről.